és értünk alapvetően ebben a izében. Most nézzük meg, hogy mi fog most gyakorlatilag jönni. A következő izéként szökés a hát ilyen Trondheimből, hogy miután megcsináltuk alapvetően ezt a dolgot, hogy ezek után pedig el kell lépnünk innenben, hiszen ugye felrobbantottuk ugye azt a bizonyos U2-jel valamilyen prototípust, ezt megcsináltuk, és ezen kívül pedig eljutott különböző hadigyárakat, illetve meg is emesztettük a legújabb prototípusokat, amelynek segítségével nem felelő zaklatni az amerikai tengeralattjárók, amerikai szárnyak a tengeralattjárók. Most akit annyiban egyébként, hogy most már el kell innen szökni valahogy, mert most már igencsak kezd körünk égni a munka. Látszik egyébként itt ebben a részben, hogy el kell érni a vonatot időben. Hogyha valaki nem éri el, hogy akkor lekésik el, és akkor ezáltal itt fog maradni, és akkor gondolják, hogy bebörtönzik be, megkínozzák, vagy megitatják, stb. Akkor nézzük, mit mondnak itt. 1943. február 12-e van. Kitűnő munka hadnagy. Az U kötőjel 529-es és a Naxos prototípus hatástalanítása a mi oldalunkra billenti az Atlanti Front mérlegének nyelvét. Atlanti Front. Egyébként az érdekes alapvetően, mert van egy ilyen Atlanti csárta. Az Atlanti csárta, egyébként most elmondom nektek, ez egy érdekesség, 1944-ben volt egyébként, de most már nem is, 1941-ben volt alapvetően, 1941. december 6-án történt a Pearl Harbor támadás. A Pearl Harbor támadása után az Amerikai Egyesült Államok, ugye, Roosevelt és Nagy-Britannia Winston Churchill vezetésével megalkották az úgynevezett Atlanti csártát. Ez egy olyan speciális részlet, amelyben leszögezték azt, hogy ők nem foglalkoznak a japánokkal, csak azután, miután a németeket kiirtották. Most ez a jellegű Atlanti Front, amiről vesz a csávó itt a szövegben, ez az, ami ide billenti. Atlanti Front mérlegének nyelvét. De még nem jött el az ünneplés ideje. Ki kell még menekülnie a bázisról, és ez nem lesz egyszerű feladat. Már csak azért sem, mert a bázis harmadfokú riadó készültség alatt áll. Vegye az irányt a bázis északi részén lévő vasútállomás felé. A norvég ellenállás, szerzett egy német tehervonatot, és lassan már oda is érnek. Egy osztaguk a vonaton lesz, hogy záró tüzet biztosítsanak, így épségben elérheti a vagont. Amint megkezdődik a tüzelés, rohanjon, ahogy csak tud, hogy időben elérje a vonatot. Ha az osztaguk muníciója kifolyóban van, természetesen nem kockáztatnak se tovább, és a szerelvény kifut az állomásról, maga mögött hagyva mindent és mindenkit. Tehát ebből mindenki számára és minden és mindenki számára kitűnik az, hogy így bizony el kell menekülnünk ebbe a bázisról, mert különben nem lesz jó. Itt lehet látni, a szövegben lehet azt is egyébként érdekességben olvasni, hogy itt a norvég ellenállás segít nekünk, hiszen ez azért van, mert emlékszünk arra, hogy Dániát és Norvégiát a németek megtámadták. Tehát éppen emiatt ugye ellenállás van, ők segítenek az amerikaiaknak, akik ugye elverik az ő ellenségeiket. Ez az a kölcsönös kompromisszumoknak az alapja. Akkor most megnézem a fejlőtelem, hogy csinálod, és aztán később ebben fogom ezt folytatni, ezt a túlszabályát. Ezt szeretnék helyesbíteni, az Atlanti csárta az nem a izé, tehát nem az volt, hogy a németeket majd a tábort később írtják ki, hanem az annyi volt csak, hogy a USA és a Nagy-Britannia között volt egy ilyen háború utáni politikai helyzetnek a tisztázása. Volt az Atlanti csárta, 41 egészen pontosan. Hát úgy körülbelül a 41 augusztusában volt ez az Atlanti csárta, úgyhogy ez nem egészen az, amit akart. Nem tudok, az Atlanti az mi ez, az Atlanti Front. Szerintem az Atlanti óceán az maga, hogy a Norvég parasztások része, de az nincsen, mert az 44-ben volt. Na akkor nézzük meg, hogy akkor itt mondod, ez a szájt jól, mert tényleg megigazítunk, hogy lehessen már belebeszélni ebbe a sűrűbe kurva Isten anyagba szabasz szanyag faszát. Na szóval akkor, most akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit lehetne itt kurválkodni. Na figyelj, lehet látni, azt mondja, van egy spionunk, készüljetek, itt semmi, körülnézek. Milyen fiszkót keresünk? Látta már valaki? Mi volt az a hang? Szellőzőben van? A szellőzőben van. Felmászom. Hát az jó kezdődik. Azért figyelj egyszer, milyen durva az meg. Tehát ilyen pillanatban itt figyeljünk a szellőző nyílásba, és most lehet látni azt, hogy valaki minket meghalt. Figyelj, ez tiszta házlát, nézzétek már, hogy múltkor voltak ilyen rátyos részek, azt kellett kurvákodni, nézd meg-e! Ez tiszta házlát, bazd meg! Fecsáld! És
csak annyi volt. Azért figyelgetem ilyen durva az meg, hogy valaki tudod, most beleengedett oda ebbe a izébe. Figyelem, teljes jókészültség, szabad olyan komplexumban, ismétlem, blokkolandó komplexumban, riadókészültség. A vigyázzuk egyébként az egész rá, mert alapvetően most már látták azt, hogy vagyok. És éppen az abból kifolyólag a riadókészültségnek a szintjét is magasabb lehetek, ami azt jelenti, hogy sokkal figyelmesebben fognak nézni a különböző igeneket. Figyelgetsz egyébként? Gyárgetsz, hogy figyelgetsz, hogy milyen durva azon az egész környék, nézd meg el. Itt sem lehet látni, hogy valamilyen német katonát épp felügyeli a különböző szájtmányoknak a rendben megérkezik. Némi egyébként ilyen műtőhöz hasonló, ilyen rendeltetésű, speciális körzet is egyébként megfigyelhető. Nem, ez az egy van. Az a tiszt egyedülában van, tudom, hogy itt van. Figyelem, teljes ókészültség, szabadon a komplexumban, ismétlem, blokkolandó komplexumban, jó ókészültség, mondja megint ez a valamilyen hang. Akkor nézzük meg, hogy innen lehet látni valamit. Semmit nem látok, akkor figyelj, nézzük meg most errefele mi újságban. Most ugye melyek végig ezen a jellegű. A szervezőben van, nyom sávú. A vasútállomás felé menekül. Kurva anyás, fasz. Figyeld. Gyárgetsz, milyen lépcsők vannak, ott bazd meg. Lehet látni, hogy ott szinte a műtő rész alá vezet gyakorlatilag be valamilyen lépcsőrendszer. Most megnézzük a későbbiekből, mit tudunk még ebből fiatal, hiszen rendesen mit be az a Half-Life-ot, az a bonyolultság ennek, ahogy is hívják. És ott, rendesen fejött bazd meg. Na, akkor ezt nézd meg, kecsi. Jelen pillanatban egyébként most érkeztünk el arra az időpontra, amikor a végére értünk ennek a jellegű, figyelem, teljesen biztosít, szabadulat, azt már elmondtam. Most érkeztünk itt gyakorlatilag arra a jellegű része el, amikor alapvetően leérkezünk ebből az óriási nagy komplexumból. Hú, mákunk van, nincs itt senki. Hát csak felhattunk. Azért figyelj meg egyszer, mi van, lehet látni, hogy be van kapcsolva, hogy is hívek. Be van kapcsolva a riadó készültség, abból világítéki pirossal. Itt pedig, hát ez egy gyakorlatilag ilyen undorító, ilyen szellőző, kicsit olyan, mint a különböző panelokban, amikor elszépek az a kellemetlen szakot, hiszen egy feladati részből van szó, és ezáltal oldják meg a szellőzést. Ugye a különböző bárra, meg piszak, ugye lecsapódjuk a vasakon, és ott kifolyik, aztán megfeketíti a falat. Akkor nézzük meg, hogy ez valamiféle írógépi szobaszerűség letéként. Itt hiszen lehet látni rengeteg írógép, hogy valamiféle administratív jellegű munka folyamatosan, múltéként már elolvastam ezt. Nézzük meg, hogy templomba mennék, például egy komót van, de le a komót az izé. Figyelj, ez milyen korhű. Figyelj, ezt tudom, hogy ez telefonközpont a csém. Itt kell dugosgatni a különböző ilyen jackdugókat, itt kell dugosgatni, közben ott tárcsát a csávodónak kör frekvencián. Figyeld, Rauchen ist verboten, ami azt jelenti, dohányozni tilos. Anyád. Az eset se tudod feltörni, érted? Dohányozni tilos, akkor mindenki egyszerű puskával lövözik, az nem tilos bazony. Lövözik puskával, csak dohányozni nem szabad. Úgy vigyázzik el, csin, mert arra nem itt már olyan képtelenek vannak a csin, hogy itt azok a mérnökök azok olyan jellegűen vannak ugye védve, nem tett úgy a csin, hogy itt már különböző egész komandós hadseregek, meg egész náci hadseregek védik az ő munkájukat. Hú, ezt én el nem érom olvasni. Meg megint ugye az van, hogy leírva, mint a múltkor, amit nem elolvastam, akkor figyeljetek meg, geci. Fú, figyeljetek, hogy milyen kör izé rész. Gyá, geci, figyelj meg, bazeg, valaki tudja, hogy itt izé. Elélvezett a nagy élvezetbe, hogy ezt az belefolynak egy cíjába a lefolyóba. Tehát figyelj egyszer, milyen hülyén csinálták meg a játékot, lehet egyszer látni a... Kurva anyátokat! Figyelj egyszer, lehet bazag látni a játékban, hogy itt megjegyzi ennek a csővezetében. Nézd már ezt a kurva istennek a faszádnik, menj már a picsába, te fasz geci! Figyelj már, most ezt elmondom azért is. Lehet látni egyszer, hogy a két összeillesztett ilyen csempek között, geci, rá van csak tévé, mint egy vékony hártyaként ez a vaslemez. Nézd már ezt a kurva isten faszát, bazd meg! Te geci fasz! Mit tudsz engem, te plöcs fasz geci? Ezek geci úgy ülnek ennyi a bazd meg, hogy lesz, hogy az ülök, hogy össze letesz fel a bazd meg, amikor easy van a játék, he? Hát álljál már lefele, bazd meg! Vigyázzik el, hogy még már olyan képtermek vannak, bazd meg, hogy normál János, hogy meglátná ezt, megirigyelném, bazd meg ezt a gépházat, amit van. Kurva anyáz. Vigyázzunk el, mert itt most már ezek most már belúgózott. Itt megint kirül onnál meg. Az anyádat, fátyak, vigyázzunk, mondcsáv. Na, mi van, bazd meg, gyere csak elő. Ó, a kurva édesanyád, basztom meg, te kis kopasz fasz. Azért figyeld meg, öregem. Ez igen. Azért a németek ugye tudják, ugye, hogy kell ugye élni. Ugye láttuk azt, hogy a rengeteg szórakozási eszközükből, ugye azt, hogy ők tudják aztán a kor leghűbb eszközeivel, ugye mulattatni az időt, arra nem is beszélve, hogy még a dizájnhoz is egy-két értenek.
ezt viseli bizonyosan jobban, mint hogy a falon található ilyen különböző, hát ilyen poszterek is ugye láttóval teszik, ugye mint az év náci katonája, ugye, mint akire ilyen híresek, akire büszkék vagyunk. Itt pedig egy privát fosogató is egyébként megfigyelhető, némi, ilyen kicsit ilyen szögletesre sikerült, hát ilyen csonkakúp mosogatóval. Akkor nézzük meg egyébként, itt van egy ilyen jellegű polc, és a statikai összetett szerkezet. Akkor nézzük meg, hogy itt mi is, nem tudom, hogy honnan faszom lenne, de most már tököm ki van az egészből, nézzük meg, hogy mi a tököm majd itt errefele. Gyágyecifik! Elnézd a csávóra? Itt mászkáltam, itt végig a szerelőz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 ő
ez egy komplet akkumulátorház, olyanok, mint egy aggregátor, mint ami benzinlegyen működő képes aggregátorok, amelyek átlag a benzine, benzin, kurva anyába, te fasz! A benzin által meghajtott, motor által leadott forgófluxusból képesek aztán háromfázisú indukált feszültséget, és az alapján képesek valamiféle vagy inverter, vagy valami egyenirányító segítségével ebből olyan jellegű áramot állítani elő, amelyre szükség van itt. Na most akkor nézzük meg, kurva anyára az asztal! Akkor figyeld meg egyszer, mit vannak még itt, öcsim! Lehet látni azért, milyen szépen meg ugye csinálva az a jellegű, ugye ilyen különböző ilyen parkett, ami mindent geci. Dicke német, itt ezek klónok vagytok, hogy mi a tököm van? Csak ott jön felfelé, hogy nagy német öntudattal geci a lépcsőn, kurva anyád, hoppá befogod. Ezek mennyien vannak, ezt nem tudom ezt meg felfogni se geci. Na akkor figyelj, menjünk geci errefele, lehet, hogy látni, hogy vannak különböző, mik ezek a labirintusok, nézd meg. Jó geci, figyelj már geci, fel vannak, ha nyitva az asztalokra a ízészékek, megfordítva. Azt figyelj egyszer, hogy ez megvan az a támaszok, figyelj egyszer, milyen hatalmas, óriás konzervek, öcsém, meg ilyen óriás ládák, tele vannak olaj, te rűk mászit. Figyelj egyszer, milyen király? Gyáll, nem király az meg. Akkúr ez. Ugye, ha figyelj egyszer, nem feltörők, meg már innen, tik az a büdös fasz. Hé, mi a faszom van itt, mert hányan vagy tudik, hol a konasz invázió? De rohadt volna az a kurva anyád, aki megszült a fasz. Azért figyeld meg arra, mert nem lehet kazdani, hogy ezt nem mondanám el. Itt valaki szerint, amikor meghallott, hogy jövök itt a szerőzőn, itt mászok egyszer fel. Azt félgetszik, de szerintem egyszer-két elős eset egyébként a izére, vagy nem rosszul láttam volna. Akkor szerintem nézzük meg öregem, hogy merre fele kéne menni. Itt azért az időgatos az egyébként teljesen rutinból működik. Szerintem menjünk le ezen a lépcsőn, és nézzük meg, hogy a Tesla rádióban milyen jellegű internet szólnak itt a náciknak. Azért figyeld meg, hogy szerintem lehet érezni ennek az egész környéknek az ilyen szárazságát, meg az ilyen melegségét. Kurva anyába, te mocsok! Asztal le annyit, a fiam azért nincsen túlva, egyszer tudod, hogy lejönni lehet tudod egyből. Na, kérem úrom magatait, adja meg, kutatok anyját, hogy hívták kurvaján. Milyenek? És akkor valami fel még itt kurválkodik az ilyen dolgokkal. Akkor figyelj egyszer, mit vannak még itt, és valami ajtó van. És akkor most egyszer el tudok menni, fia, a hosszú folyosó végére. És akkor itt pedig már valami kiírás, hú, geci, ezt ellendőlni, offen, Schuffen, Gobben, na jó, ezt nem tudom olvasni sem, mert ez valami értelmetlen szöveg. Akkor nézzük meg öregem, hogy napkúrban járt. Az egy figyelj, geci, mi van itt a csém? Komplett raktárban az ember nem is gondolná, geci, azt, hogy egy sima lejáratot lakta, hogy milyen raktárak húzódnak itt öregem a különböző, hát ilyen kerítési rendszerek mellett. Akkor nézzük meg, hogy akkor a nagy ajtó mögött mi rejtőzik. Hú, geci, ezt tudjuk azt, hogy ez egy komplett szerelő műhely, egy óriási csarnok, amelyben tele vannak mindenfajta nácikkal. Megpróbál ezeket megtisztelni a náciktól, amennyire képességeimtől telik. Itt a mosok rohadt gyáva, rohadt nácik, egyszer bemenekült ide ebbe a ládák fedezése közé. És akkor nézzük meg alapvetően itt, hogy itt mit lehetne figyelni, az itt lehet látni, hogy a Half-Life-hoz hasonlóan itt is vannak ilyen speciális ilyen szerelő részek. Ezek olyan szerelők egyébként, amelyek azért speciálisak, mert valaki ide alá áll egy kocsival, és akkor itt alulról lehetek szerelni ilyen padokra, pedig teszik a szerszámokat. Akkor nézzük meg, hogy még itt is persze vannak itt emberek, akkor nézzük meg, hogy itt figyelgetsz, hogy van ezen töltés, ezt felmentem magamra. Figyelj, bukacsi van még valami csavarkút is, vagy nem, revolver ezt töltést kaptam egy gátot, meg kaptam még ezt a 25-es feltöltést. Akkor nézzük meg, hogy akkor gyakorlatilag, hogyha fejlődök ezen a részen, akkor mi fog itt? Annyira itt az orra, nem tudom miatt a kövon, ami bosszúság van ez? Akkor nézzük meg öregem, hogy mi van itt fent. Figyelgetsz, hogy fejlődök az egára, fejlődés van egy hasonló, figyelgetsz, milyen durva, hogy ez ilyen tapadás. Tapadó képessége rendelkező oldat, a kurvanyát. He, nézd már! Hú, beszélj, mennyien vannak a csém. Ugye állsz neki, aki benne van a képáron. Most akkor ezt a bulut kiírtani egyébként. Figyelj! Csoko, hogy mennek a csó? A kurvanyát is ez. He! Baszolgjál meg, kurva isten anyja!
váltak már, mert most már elegem van az egészből. Egyébként arról mondom, hogy ne voltak szó, még egyszer elmondom, hogy jelen pillanatban csak úgy kirobbantottam ilyen az izébe. Anyát. Húzzen a pöcs. Pöcs, ahhoz. Aaaaah! Szép voltam, szavoltam. Azért figyelj meg egy hittet, mindenfajta ilyen... ilyen meg olyan... A kurva anya, nézd már ezt a fasz, te! Húzzál anyádba az ott egy pöcs fasz. Mindenfajta sajtomos falakhoz a rossz igezések következtében a pálacsapódások hatására sajtomon alakult ki a falam. Akkor nézzük meg, hogy mi a még minden, tik nézem. Azért figyelj meg, milyen részre jöttem ki, öcsém. Tehát jelen például kimenekültem alapvetően ebből a jellegű unutú komplexus. Most megint kijöttem erre a havas rétre, és ott a német a nácik lőszerét tartalmazó látásokat elbújva, kiirtogattam az ellent. Akkor nézzük meg, hogy itt kezdjük egy óriási, hatalmas bázisra érkeztem ki, ahol jelen pillanatban olyan bitekhez hasonló, ilyen álló, kurva úristen bassza meg ezt a sok szar németet érzi, amit van. Jó van. Ó! Á, mert te kurva isten faszagat, de én már geci. Hát ez nem igaz, apám. Kurva anyád, bassz meg. De megsérültem el. Most már elegem van ebből, te fasz. Jó, gecünk vannak ide. Bazd, nézd, mennyien vannak, ja, nézd már. Kurva anyád, ezek mennyien vannak, nézd, hogy milyen ízik van. Ott van, gecünk vannak, he. A kurva anyja. Hogy jelzik ki, öcsém, melyik a vonatot, el kell gecünk jelnem. Na, Sprinter, te se azt elolik. De gecünk, figyelj már, gecünk, milyen helyre érkeztem, bazd meg. Azért nem feltűnő be aznak, hogy ezek körülnézek, gyár, gecünk, napfűtés, bazd, elvakít. Azért milyen technológia már egyszer 2002-ben van, azért ilyet tudnak. Mire válsz, ember, gyerünk, mozgás, értetlen, azt hittem, itt vagyok. Gyerünk. Na, szóval egyébként arról van szó, hogy jelen pillanatban egyébként el kell azt mondanom mindenkinek, hogy tulajdonképpen a játék második küldetését végigvittem. Na most ezek után pedig ugye elmenekültünk ebbe a német raktárból, és aztán a németeket különböző ilyen új, speciális, jellegű berendezéset ugye lenyúlva, sok nácit kinyírva, rengeteg tervet magukévá téve elmentem, és ezáltal az amerikai hadsereget segítettem azáltal, hogy ezeket a mocskos nácikat, akik embereknek a több mint 1,3 millió embert gyilkoltak le gyakorlatilag Auschwitzban, meg a csomó helynedaóba, ezeket le kell itt írtani végleg. Na most akkor ezek után megtörtént ez a dolog.